Nestek gecik! Örülök, hogy veszteség nélkül visszaszereztük a kokszot. Egy veszteség azért volt? Jaja, Géza társa, valami Menzonnak hívták, vagy mi a szar. Őt kinyírták, de hát leszarom. Jaja, ennyi belefér, nem? Eleinte egy kissé fukar voltam. Ezt meg hogy érted? Kissé fostam, hogy már így is egy valaglóvét fecöltünk a bizniszbe. Azt elbuktuk, aztán majd Gézának is adunk pénzt, azt is el fogjuk bukni. Szóval egy kissé beszartam. Ja, rohadt szerencséje volt. Aj, nem gyere már ilyen gyerekes baromságokkal. Nem a lófaszba, az a kurva nagy szerencséje volt, ez az igazság. Aj, Andriskám, Andriskám. Ne Andriskám, az itt nekem! Gézáról mindenki tudja egy utolsó kibaszott faszopó gecilátot. Te is tudod, én is tudom. Szerintem ez csak te tudod. Totál utálom a pofájába, azok. Figyelj, ki kéne nyílni, az lenne a legegyszerűbb. Ezt a propagandát csak te terjeszted itt róla, én viszont arra gondoltam, hogy be kéne venni a családba. Na jó, én ezt nem hallgatom tovább. Mi a faszom az, hogy be kéne venni? Hát úgy, hogy ő is családtag lesz. Na figyelj, akkor én ki is lépek. Nem fogsz szerintem kilépni sehova sem. Dehogy is nem, bazd meg, kilépek. Ez nem egy olcsó buziklub, amiből csak úgy ki lehet lépni. A vér kötelez, úgyhogy eszed legyen. Különben a halakkal alszol. Szevasz, te Luke. Na mi van, megjöttél a slang képzőből? És tanultál is valamit? Jó, hogy bazd meg. Most már tudok minden. Na ennek örülök. Nem hiába vesztegettem legalább azt a rengeteg pénzt. A tandíjat meg, hogy felneveltelek. Most már tudom, hogy mit jelent az, hogy sáp, és mit jelent az, hogy ja. Na ez igen. Ennek örülök. Ez a minimum, baszki. Na ez is tetszik. Geci, faszköcsög, kurva anyád, bazd meg, szarpin a farok és punci. Ez igen. Lassan olyan gangster leszel, mint az apád volt valaha. Na akkor bevesztek. Jaja, úgy döntöttem itt az ideje, hogy előléptesselek. Hát én ennek kurvára örülök, csak hogy van ám egy kis bökkenő. Miféle bökkenő, bazd meg? Szerinted? Hát a régi adósságok. Uzsora kamatok. Eddig inkognitóban éltem, hogy a behajtók ne találhassanak rám. De az, hogy belépek a klámba, híres leszek az alvilágban, és így könnyen rám akadnak. Fizetni meg nem tudok. Fasza. És ha már egyszer te is a klánhoz tartozol, akkor veled együtt minket is kurvára baszogatni fognak. Ezt nem hagyhatjuk. Akkor kifizeted őket? Nem, az túl drága lenne. Egyszerűen kinyírjuk mindet. Zsolt ismer egy miskolci bérgyilkos bandát. Azok profin dolgoznak és viszonylag keveset kérnek. Szólok is Zsoltinak még ma. Ez kurva jó vazza, de nem csak egy-két emberről van szó, hanem rengetegről. Ha azt mindet kinyíratod, Budapest csatornájában szennyvíz helyett vér fog folyni, vazza. Csak ugyan. Folyjon vér, ki a faszt érdekel. Leszarom. Na jó. De van még egy dolog. Az egyik kölcsönző mérlekéne. Albertnek hívják, és tőle szoktam füvet meg hasist szerezni, úgyhogy rá még szükségem van. Jó, akkor Albertet nem öljük meg, csak megfélemlítjük. Fogod magad, elmész hozzá, közöld vele, hogy nem fizetsz, ha akadékoskodik, szétvered a fejét. El tudod ezt intézni? Még jó, hogy el tudom, hagyjál már. Akkor jó, már csak írni kéne egy listát a hullajelöltekről. Én már gondoltam erre, és összeértem egy listát, amit betettem ma reggel a fiókodba. Akkor megyek is szétverem Albertet. Ez tényleg kurva sok. Kedves nézőink, copyright okok miatt az itt látható jelenet aláfestő zenéje nem hallható. Ez egyébként a Hörtől a Green Hornet. Próbáljátok oda képzelni, ezekhez a csodálatos képekhez lőnek a faszik meg minden. Egy ilyen dudás, meg ilyen, tudom én, ilyen hangszerek vannak benne. Szól a zene. Királyság, peace.